Egyedül dobál az ismerős palánkra Busz Iván, aki tavaly azért köszönt el Nyíregyházától, mert már nem akart az A-csoportban játszani. Aztán sem az ő, sem a cápás sorsa nem úgy alakult, ahogyan azt eltervezték, így egy év kihagyás után ismét a Continental Arena lesz a kosaras második otthona. Azzal számoltam, ezt akkor is nyilatkoztam, mondtam, hogy a civil életbe is szeretnék előrelépni, és nem szerettem volna csak a kosárdában állni az életem. Ez nem sikerült úgy, ahogy terveztem Budapesten, illetve abban a tekintetben nem is örülök neki, hogy hazajöttem, mert ennek ugyebár feltétele volt az, hogy amit akkor is említettem, nem szeretnék már A-csoportba játszani, és a fiúk kiestek. Igazából másfél hónappal ezelőtt még szó se lett volna erről, legalábbis nekem se volt a terveimben, és valószínűleg még itt sem a B-csoportos vagy piros csoportos csapatot kezdték el építeni, de ahogy ez a kettő találkozott, viszonylag hamar egyezkedtünk Mohával, Mohácsi Mátéval, és igazából onnantól, hogy ajánlatot tettek, eléggé kezdett hazahúzni a szívem, úgyhogy most vágunk neki a következő szezonnak. A Nyíregyháza az elmúlt két idényt az A-csoportban töltötte. Ez alatt az idő alatt az NB1B piros csoportjában némileg átrendeződtek az erőviszonyok. Az előző két év az lehet, hogy az egyik legerősebb piros csoport volt, amióta van ez a szisztéma. Egyre kompetitívebb lett, egyre több magyar játékos vállalatot szerepet, aki előtte mondjuk A-csoportban pallérozódott. Idén úgy érzem, hogy lehet egy kicsit átmeneti év lesz azokban a tekintetekben, hogy jövőre megszűnik a fiatal szabály az A-csoportban, az 23-as szabály, ezért már egyre többet számolnak azzal a klubok, hogy lehet nem kell majd a fiatal játékosnak olyan szerepeket adni, ergo azok a játékosok, akik mondjuk most éveket töltöttek a piros csoportba, de lehet nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint egy fiatal, lehet meg fel őket környékezni, és vissza is fognak térni az A-csoportba. Ezért nagyon sokan kivárnak, én azt látom így a játékos piacon. Bár a felkészülés csak augusztus elején kezdődik, a visszatérő kosaras már rendszeresen bejár a csarnokba. A végem a szezonnak én szeretek kicsit kikapcsolódni, és az utóbbi hetekben nem is nagyon volt előtérben a kosárlabda, meg így a kondicionálás, viszont azt is előtérbe helyezem, illetve ahogy korosodok, hogy ne úgy érkezzek a felkészülésre, hogy van rajtam plusz 10 kiló, és nem mozogtam 3 hónapja, úgyhogy szeretem szépen lassan felépíteni, és elkezdeni minél jobban hangolódni, felkészülni a felkészülésre, így szoktam fogalmazni. Busz Ivánt és az új idényre készülő nyíregyházi csapatot először szeptember 7-én és 8-án a Sitkú Ernő emléktornán láthatják majd a szurkolók.